long. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and the light. Sziasztok! Mindjárt itt a season vége. Már csak két nap, nem is egy nap van hátra, ugye mai nappal együtt. És mint kiderült, az Epic Games úgy oldotta meg a hype-ot, hogy minden nap feloldott egy karaktert a képen. Vagyis ez a kép volt kint három nappal ezelőtt. Mint kiderült, szuperhősös lesz ugye a téma, és ez a hős igazából akárki lehet. Igazából lehet Flash is, vagy talán Amerika kapitány, de inkább Flash-re hasonlít. Na mindegy, nem tudjuk. Ugye két napja megkaptuk a következő képet, és a csettintésre ránézésre azt mondanánk, hogy ez Wonder Woman, vagy annak a kopia, egy ilyen harcos nő valami, de mondjuk ezt Wonder Womannek szerintem. Ugye tegnap kaptunk még egyet, egy ilyen mérges, egy ilyen körszakállas figurát, aki lehet akár gonosz is, vagy akár Tony Stark is, a fene tudja, ezt így nem lehet megállapítani szerintem. Ugye a mai nap folyamán kapni fogunk még egyet, meg utána a legutolsó nap hétfőn még egyet. De úgy néz ki, a Season 4 biztos, hogy szuperhősökről fog szólni a témája. Természetesen biztos, hogy fogunk kapni olyan skint is, ami nem szuperhősös. Lásd mondjuk a Season 3-ban mondjuk John Wicknek nem hiszem, hogy sok köze volt az asztronautákhoz, de igen, úgy rész nagy rész szuperhősöket fogunk kapni. Itt van egy újabb teória. Egy teória szerint, ugye Reddit felhasználó szerint nem Tilted Tower fog elpusztulni, hanem Dusty Depot. Azért is hiszünk ennek a felhasználónak meg, mert jó pár dologban igaza volt és be is következett, szóval nézzük, hogy mit is mond. Szóval ő szerinte a Meteor nem Tiltedbe csapva, hanem Dusty Depotba, mivel az Epic szerint nagyon föl kéne frissíteni ezt a területet, a Dusty Depotos területet, mert így eléggé értelmét veszti, mivel leugrunk kb. Van 3 chest meg 2 fegyver talán, ez is nagyon ritka. Ugye a játék legelej óta rengeteget fejlődött a térkép, sokkal több város lett, terület lett, sokkal színesebb világ. Szepik ezt úgy szeretné megoldani, hogy minden héten van frissítés. Minden frissítéssel valami változik a térképen, egy kis kisebb területet hozzáad, illetve elvesz. És akkor nem egybe kapunk egy új térképet, hanem szép lassan átváltozik az egész. Szerintem az egész nem is rossz ötlet igazából, mert feltartaná az érdeklődését az embereknek, mert mindig ugye kipróbálja az új területet, és akkor többen játszanának vele. Az Epic tudja azt is, hogy rengeteg ugranak ki a játék elején Tiltedbe, így kb. A játék első 2 percében már vagyunk 60-an, nagy részt, és ezért meg akarná változtatni Tiltedet is. Ezt úgy szeretné, hogy várost úgymond bulldozerek, illetve daruk lebontják, szóval ez is minden héten csökkenne a Tiltednek a területje. Ugye házról házra minden héten. Ennek azért is lenne értelme, ha belegondoltok, így kicsit lórosabb a játék, ugye ilyen sztori alapúbb, reálisabb ugye, hogy bulldozerek eltakarítják a várost, nem az, hogy csettintésre eltűnik az egész város, úgy sokkal hülyében hangzik. A fickó szerint Season 4 végén Moisty Mire-t fogják eltüntetni, vagyis ezt a területet legalábbis. A csávó azt is megerősítette, hogy a Season 4 ugye szuperhősös témájú lesz, viszont ő is azt mondta, amit én mondtam, hogy nem csak szuperhősök lesznek a Battle Pass-ban, hanem más karakterek is. Illetve azt is mondta, hogy nem csak szuperhősök lesznek, hanem gonosztevők is, ugye a tök mindegy DC univerzumban, vagy a Marvelban akár. Természetesen az egészet fogjátok föl teóriának, nem biztos, hogy ebből bármi is igaz, de az én elvárásaim az, hogy ugye tőlem lehet szuperhős téma, viszont Tiltedet akkor tényleg takarítsák el valahogy, illetve kicsit változtassanak a mapon, mert eléggé unbalansznak tűnik nekem. Illetve ez a heti map változtatás nekem nagyon jó ötletnek tűnik, így mindenki várja a következő frissítést, hogy mi fog változni, mit fognak hozzáadni, sokkal izgalmasabb lesz az egész. Ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel. Figyeljétek, mert ma délután ki fog kerülni a negyedik karakter is ugye a képről. Nagyon várom, hogy ki lesz, vagy mi lesz. Úgyhogy majd nem hiszem, hogy videót fogok arra róla kirakni, mert semmi értelme nincs. Majd max írom kommentben, hogy mi a helyzet. Kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek ez igaz-e, illetve mit vártok a Season 4-től. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!